és így meghal a cápa. Hogy így itt jön a cápa, és figyelj, így eltalálja, hogy... Sziasztok, skacok, én Dávid vagyok, és az Imagine X-től kaptam egy mélytengeri cápás tenger alatt járót. Hát ezt fogom nektek most bemutatni. Na, bontsuk ki, és igen, egyébként ehhez többféle játék is tartozik, ezek a cápás verziók. Na, akkor azt mondja, hogy itt hátul nyomjam be. Hát gyakorlatilag ezzel leszettem a hátulját, szóval nem is értem, hogy mi történt. Kiszedem a tenger alatt járót, meg szerintem kibontom, úristen, de jól néz ki, úristen, de jól néz ki. Meg leszedem itt a borítást, és ez már nem is kell. Búvár, felszerelés, na de még ezeket itt kibontjuk. Szuper, szuper, szuper. Na, vajon ezt le tudom ezt szedni? Ez az. Na szóval, ja meg az alja se kell, úgyhogy azt itt elforgatjuk, az le is jött. És itt van még egy ilyen plusz alkatrész. Aha. Na, itt van a cápás mélytengeri tenger alattjáró. Ez itt egy pörői cápa egyébként. Ide teszem a másik cápánk és a rájánk mellé. Van nekünk egy búvárunk, ami vezeti. Azt lehet itt rögzíteni a hátulján, a tetején. Rá lehet rakni a búvár lélegeztetőt. Ugye itt nyilván így örül, fölfelé tartja a kezét, és tökre buli van. Vannak itt oldalt... Fú, én már tudom ez mi. Nézzétek csak, ha beletöltitek ezt a lövedéket, ezzel kell kilőni. Ezzel kell levadászni a cápákat. És ezt kell neki ide oldalra felszerelni. Hát ez nagyon jó, ezzel lőni is lehet, nem is gondoltam volna. Ígyni, és akkor viszont akkor oda kiül be. Á, hogy ide lehet rakni, de nem kötelező. Viszont például mi van, ha megcseréljük ezt a két karaktert a másik játékból, meg innen. Ő itt boldogan el van, és őt meg beültetjük ide. És akkor, ha befér, aha, oda nem kell nyilván értelemszerűen a lélegeztető, hanem beültetjük, és akkor tudja vezetni így a hajót, bocsánat, a tenger alatt járót. Ezt a kabinablakot rácsukjuk. Wow! Hopsz, az leesett, nem baj. És még egy plusz funkciója is van. Hát ez nagyon jó. És gyakorlatilag például akár meg is tudja fogni itt ezt a kincses. Várjál, ezt össze kell fognom. És így meg tudja fogni, és így el tudja vinni, és ha jön szembe egy cápa, akkor jó lelövi, és így meghal a cápa. Hogy így itt jön a cápa, és figyelj, így eltalálja. Kettővel is, mert ugye kettővel fogja megtalálni, hogy... És tud vele menni a víz alatt, mert ugye mély tenger alatt járó. Érted? A mély tenger alatt járó. Mély tenger alatt járó. És akkor megfogja itt a kincses ládát, mondom, megfog a kincses ládát, és utána megölte a cápát, megfog és így elviszi magával. Hát ez tök jó pofa. Szintén 3-tól 8 éves korosztályig ajánlja egyébként, ez egy Fisher-Price játék, és hát van még itt két kiegészítő, azokat is hamarosan ki fogom bontani. Ha nem tettétek volna még meg, mindenképpen iratkozzatok föl a csatornára, nyomjátok be a csengettyűcske vagy harangocska gombocskát, de megtaláltok Facebookon és Instagramon is, illetve a videakit.hu felületén, ami egy magyar videós portál. Úgyhogy skacok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok, skacok, én Dávid vagyok, és az Imagine X-től kaptam egy óriás cápát, tehát tényleg jó nagy, ezt fogom most bemutatni nektek. Ha véletlenül meglovagolná, meg cápagolná, még egyszer megeszi, mert maradt még egy kicsi a búvárból, jól megrágja, így.